Üdvözlöm Önöket! Folytatjuk Horthy Miklós történetének és tragédiájának a bemutatását. Az első rész a kormányzó felemelkedéséről, az ország megmentéséről szólt, és azzal a szomorú pillanattal zárult, amikor 1942-ben elveszítette szeretett, közkedvelt idősebb fiát Horthy István. De hogyan sodródott bele Magyarország a II. Világháborúba, és milyen felelősség terheli Horthy Miklóst a Doni tragédia vagy a vidéki zsidóság deportálása ügyében? Ennek jártunk utána a mai M5 históriában. Kassai Kata a II. Magyar Hadsereg tragédiáját járta körül. Koltai Bori Horthy kisebbik fiának elrablásáról, az apai kormányzói dilemmáról készített riportot. Jámbor Flóra annak járt utána, hogy mit tett és mit nem tett meg Horthy Miklós a magyar zsidóság védelmében. Máig nem tudjuk, pontosan hány honfitársunk veszett oda a Donkanyarnál. De miért kerültek egyáltalán oda, és miért nem volt megfelelő felszerelésük? Kassai Kata riportja ezt próbálja megfejteni. Don. Ha kimondom ezt a rövidke szót, mindannyian a történelmi tragédiára, a II. Magyar Hadsereg megsemmisülésére gondolunk. De mit kerestek a katonáink a keleti fronton? Miért küldték őket oda meghalni és megfagyni? És milyen felelősség terheli mindezért Horthy Miklós kormányzót? Vajon milyen sors várt a túlélőkre a Rákosi korszakban? Ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat. Német nyomásra került a II. Magyar Hadsereg a Donkanyarba, de voltaképpen mit kerestünk mi a keleti fronton? Ez a háború akkor úgy tűnt, hogy egy gyors német sikerrel zárul. Európa döntő többsége német fennhatóság vagy uralom alatt van. Sokan úgy vélik akkor, a gyors lefolyású háború esetén a németek nyernek, nem biztos, hogy elmennek Moszkváig, és lehet, hogy lesz egy fegyverszünet, de minden esetre ők fogják újraosztani Európát. És az a Magyarország, amelyik sikeres revíziós politika eredményeként visszakapja az elcsatolt területek egy részét, vajon a háborúból kimaradva milyen helyzetben lesz? Nem azért megy ki ez a hadsereg, hogy vereséget szenvedjen és áldozatok legyenek, bár a háborúban nincs, hanem azért, hogy egy esetleges háború lezáráskor, ami lehet még német győzelem, lehet egy döntetlen, Magyarország ne legyen hátrányosabb helyzetben. A helyzet az, hogy az országgyalapításnak az eredményeit német és olasz segítséggel értük el, ebből adódóan nem maradhattunk ki a II. Világháborúból. A kormányzó és környezete teljesen tisztában volt azzal, hogyha nemet mondunk a németek kérésére, azzal Magyarország állami létét is veszélybe lehet sodorni. 1942 elején, miután kiderült, hogy a Wehrmachtot megállította a Vörös Hadsereg Moszkva előterében, Hitlert az arra ösztönözte, hogy a szövetségeseit nagyobb mértékben vonja be a tervezett 1942. évi nyári hadműveletekbe. Ebből adódóan Horthy Miklós kormányzót is levélben kereste meg, amiben többek között a teljes magyar haderőt, mint egy 3 magyar hadsereg bevetését kérte. Milyen stratégiai hibát követett el a vezetés, ha elkövetett? A tárgyalások időszakában a magyar fél azért követette hibát. Az egyik legnagyobb hiba az volt, hogy a megállapodás nem tartalmazta azt, hogy a magyar II. Hadsereg mennyi ideig kerül bevetésre a keleti jobbműveleti területen, és milyen feladatokkal fogják ezt a hadsereget megbízni. A magyar vezetőkkel is abban a hiszemben élt, hogy vagy területbiztosítás, vagy szánybiztosítás lesz a feladata a kikerülő magyar II. Hadseregnek, és már odakint a hadműveleti területen derült ki, hogy bevetik a német támadásnak a bal szárnyán a magyar honvédeket. A németek a tárgyalások során minden eszközt bevetettek, a kormányzó és köre úgy vélte, hogy eredményt sikerült elérnünk. A tárgyalások során végül egy hadsereg kiállításáról született megállapodás, ebben a tekintetben sajnos írásbeli dokumentumok nem maradtak fönn. Ilyen mozdonyok vontatta szerelvényekkel szállították a magyar katonákat a Donkanyarba, a biztos halálba. A 424-esek tervezésében maga Horthy István, a kormányzó fia is részt vett. Mintegy 822 darab 110 tengelyes szerelvénnyel szállították a magyar katonákat, ami a magyar hadtörténet addigi legnagyobb akciója volt. Nem mondható el ugyanez a folytatásról, hiszen a túlerőhöz és a körülményekhez képest nem volt megfelelő a magyar hadsereg felszerelése. Miért nem?
és hogy történhetett ez? A magyar királyi honvédséget nem a vörös hadsereg elleni hadműveletekre, hanem a szomszédos országokkal szemben megvívandó revíziós háborúra készítették föl. 1938-ig a magyar királyi honvédséget nem lehetett hivatalosan fejleszteni. Ebből adódóan a rejtett fejlesztések, hadseregfejlesztések történtek, és 1938-ban nyerte vissza Magyarország a fegyverkedési egyenjogúságát. Épp megindult a hadseregfejlesztésnek az üteme, amikor elkövetkezett az ország alapításoknak az időszaka. Ezt a hadsereget, ezt az expedíciós hadsereget a magyar viszonyok az képest a lehetőség szerint a legjobban felszerelték és felfegyverezték. 1942 nyarán a Donnál már a hippi csaták idején bebizonyosodott azt, hogy a vörös hadsereg ellenében csak nagyobb veszteségek árán tud sikeres hadműveleteket folytatni a magyar második hadsereg. És milyen felelősség terhelte személyesen Horthy Miklóst a történtekért? Maga a kormányzó nem vett részt ebben a folyamatban. Ő a maga részéről sikerként könyvelte el valóban azt, hogy egy hadsereget kellett csak kiküldenünk. Ő volt az államfő, a legfelsőbb hadúr. A legfelsőbb hadúrnak az volt a parancsa, hogy ki kell végig tartani. Hitler 42. decemberében levélben fordul Horthy kormányzóhoz, hogy egy esetleges szovjet támadás esetén a Magyar Király II. Honvéd hadsereg a végsőkig tartson ki. Hazatérő túlélőkre milyen sors várt? A 45 utáni Magyarországon nem csak a Don kanyart megjárt honvédek, hanem úgy általában a II. Világháborús magyar honvédek megtűrt másodrangú állampolgárok voltak. A doniák esetében külön fájó dolog volt az egyébként, hogy nem beszélhették ki a lelki traumákat. Ekkor lett elhitve azt, hogy voltak éppen a magyar második hadsereget feláldozták, meghalni küldték ki a Donkanyarba, de ez is egy osztályharcos megállapítás volt, hiszen nincs egyetlen, vagy nincs olyan államalakulat, amely a legéletképesebb korosztályait, a legjobban felszerelt hadseregét csak odavetné. A honvédek többsége nagyon jól tudta, hogy mit keres a Don partján. Hogyha elolvassuk a tábori levelező lapokat, amelyeket hazaírtak, számtalan lap úgy zárult, hogy csak az Isten mentsen meg bennünket attól, hogy a vörös paradicsom elérkezzen Magyarország területére. A Horthy korszakot azt csak negatív színben lehetett feltüntetni. Azt a honvédséget, amelyik már nem a magyar királyi jelzőt visel, és később néphadsereg lesz belőle, gyakorlatilag 47-48-tól úgymond megtisztítják a régiektől, és hát az igazi lezárás pedig a tábornokok per 1950-ben, ahol az kivégzett tábornokok és ezredes is van köztük, azok mind a volt magyar királyi honvédség egykori tagjai volt. Napjainkra sem csitultak az indulatok a Doni katasztrófa kapcsán. Horthy megítélése 45 után pedig végérvényesen negatív színbe burkolózott a közvélemény körében. A második magyar hadsereg elvesztésével hazánk meghozta az első nagy véráldozatát a II. Világháborúban, de kiderült, hogy ez csak a kezdet volt. De miért sodródtunk bele a háborúba? Vajon állhattunk volna a későbbi győztes oldalra? Erről beszélgetünk Nyári Gábor történésszel. Jó estét kívánok Önnek! Jó estét kívánok! Kezdjük talán ott, hogy elkerülhető lett volna, vagy sem, a második magyar hadsereg kiküldése, és elkerülhető lett volna, vagy nem, hadüzenet a Szovjetuniók, és ha elkerülhető lett volna, akkor mi lett volna az ára? Hát igazából itt nincs is szó hadüzenetről, mivel annak idején ugye Bárdossy László miniszterelnök a hadi állapotot jelentette be, miután 41. június 26-án ismeretlen nagy valószínűséggel szovjet gépek támadták Kassát. Ugye, ameddig Teleki Pál volt Magyarország miniszterelnöke, addig a magyar függetlenségnek a megőrzése és megerősítése az elsődleges kormányfeladat volt, mondjuk így. Bárdossy László esetében ez már nem egészen így volt, Bárdossy már sokkal hajlíthatóbb volt, illetve sokkal jobban hitt az esetleges német győzelemben. Itt nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy itt nem arról van szó, hogy az a politikai elitnek az a része, amelyik támogatta a németeket, náci lett volna, vagy ezeket a szélsőséges nézeteket vallotta volna, vagy legalábbis a többség az nem, hanem egészen egyszerűen úgy mérték fel a helyzetet, hogy Németország fogja megnyerni a világháborút. Jó, de éljünk egy feltételezéssel, hogy azt mondjuk, hogy nem megyünk a második magyar hadsereggel a Donhoz, és nem jelentjük ki, hogy Szovjetunióval hadban állók vagyunk. Mi történik akkor? Nagy valószínűséggel akkor egészen egyszerűen Németország megszállja Magyarországot. Voltak ilyen tervek, nem voltunk olyan szinten nagy katonai tényező, viszont a németek hátországában ellenséges, vagy kvázi ellenséges ország nem maradhat, és konkrét tervek voltak már 1940 tavaszáról, májusáról, amikor éppen a németek a nyugati hadszíntéren harcoltak, Magyarország pedig a II. Bécsi döntésért hát igen nagy küzdelmeket folytatott, és ez
ez egy blöff volt ugyan, de még kilátásba helyezte Románia megtámadását is, és ekkor írta le azt a német vezérkari főnök Franz Halder a naplójában, hogy amennyiben Magyarország nem áll be a sorba, protektorátusi státusz fog kapni, magyarul megszállás alá került, és akkor teljesen más lett volna a világháborúnak a kimenetele, viszont ez sokkal nagyobb véráldozattal járt volna. Egyébként az pedig tisztán látható, hogy amikor már Bárdosit leváltották, és Kállai Miklós lett a miniszterelnök, aminek egyébként igencsak sok köze van már a másik magyar hadsereg kiküldéséhez is, akkor már 42 későtelén koratavaszán járunk, a németek sokkal többet követeltek Magyarországtól, mint a második magyar hadsereget, de a magyar politikai elit fő célja az volt, hogy valamilyen szinten még mindig meg tudja őrizni a magyar haderőt a második világháború utolsó szakaszára, hogyha esetleg mi is Frontország lennénk, ezért is kellett mennie Bárdosinak, Kállai Miklós pedig új miniszterelnökként, aki egyébként, hát mondjuk úgy, hogy egy kicsit sem volt német barát, vagy nem lehetett volna ezt ráfogni, tehát hogy az ő kinevezése, Horthy általi kinevezése, az már egy igencsak kemény kiállás volt a német követelésekkel szemben. Ezt követően pedig a titkos diplomáciai folyamatokban a német követeléseknek a lehetséges megtagadásába mindvégig érvényesült az a fajta elv, hogy megpróbált amennyire csak lehetett Magyarország kimaradni ebből a háborúból, illetve a saját haderejét megvédeni. Az egyik legsikeresebb embermentési akció az úgynevezett koszorús akció volt, írja Veszprémi László Bernát történész most megjelent könyvében. A német megszállás legtragikusabb következménye a vidéki magyar zsidóság elhurcolása és tudatos megsemmisítése volt. Horthy Miklós felelőssége mindebben máig vitatott, hogy mit tett mégis a magyar zsidóság védelmében, és mi volt a célja a koszorús akciónak. Jámbor Flóra a könyvszerzőjével is beszélgetett mindenről. március 15-én Hitler magához rendelte Horthy Miklóst, eredetileg katonai ügyek megvitatása céljából. A kormányzó a keleti fronton harcoló magyar katonák hazarendelését szerette volna megsürgetni. A Salzburg melletti Klesheimben találkozott a Führerrel, aki azonban azt közölte, a németek katonai erővel megszállják Magyarországot. Itokban indult el Horthy erre a bizonyos Klesheimi látogatása. Az indító része egy Horthy és Hitler közötti négy szem közti beszélgetés volt. Adolf Hitler, német diktátor, nagyon egyértelmű szidalmakat, kritikát fogalmazott meg azért, mert Magyarországon még nem oldották meg a zsidó kérdést. A tárgyalás feszült légkörben zajlott, majd pedig Horthy felettébb, ingerült módon hagyta el azt a szobát. Egy idő után azonban különböző ígéretekkel sikerült Horthyt rávenni arra, hogy az előzőleg már készténként közölt megszállást valamilyen formában mégis elfogadja. Horthy elmondásában az egyik fő oka a német megszállásnak az volt, hogy a németek deportálni és megsemmisíteni akarták a magyar zsidóságot. De fontos látni, ugye, hogy itt nagyon komoly katonai szempontok is voltak, ugye féltek a magyar kiugrástól, féltek attól, hogy esetleg a magyar kormány átáll a szövetséges hatalmak oldalára. Hitler arra tett ígéretet, hogy mihelyt ízlésének megfelelő és megbízható kormányt nevez ki Horthy, akkor vissza fogja vonni a már időközben az ország megszállására elindult német csapatokat. Az biztos, hogy az események nem Horthy akaratának megfelelően történtek. Horthy nagyon erősen hitt Magyarország szuverenitásában, amelyet a náci Németország itt lényegében sárba tiport. Itt állunk Horthy Miklós kormányzói külön vonata a Turán előtt. Ez volt ez a vonat, amivel Klesheimbe is ellátogatott a kormányzó. Mit tudunk erről a vonatról? Ez a Turán szerelvénynek a 9-es számú tagja, az a kocsi, a szalonkocsi, ahol Horthynak a leginkább privát beszélgetései, tárgyalásai és ő családi programjai zajlottak. 1938-ban ezzel utazott maga a kormányzó Varsóba. 1939-ben Kárpátalja visszacsatolásakor Kárpátaljára látogatott ezzel a vasúti szerelvénnyel Horthy. 1940-ben Észak-Erdély visszacsatolásakor Észak-Erdélybe is, Nagyváradra is egyébként ezzel a szerelvénnyel érkezik meg. Aztán majd 41-ben Szabadkára, a délvidéki városokba is, ezzel gurul be, ezzel érkezik meg a visszacsatolt városokba. Aztán azt is tudjuk, hogy Klesheimbe is ezzel utazik.
Március 19-én a kora hajnali órákban vége láthatatlan német katonai szerelvények indultak el Budapest irányába. Amikor Horthy kormányzói különvonata a Turán befutott a kelenföldi pályaudvarra, akkora már a főváros valamennyi fontos stratégiai pontja a német megszállók kezén volt. Megkezdődött a Gestapo által a német ellenes közszereplő politikusok letartóztatása. Hogyan hatott a német megszállás a magyar társadalomra? A magyar társadalom nyilvánvalóan nem értékelhette általánosságban pozitívan, hiszen mégiscsak az ország szuverenitását csorbító intézkedésről volt szó. Letartóztatásokra kerül sor, illetve a különböző államhatalmi szervek lassanként a német irányítás alá jutnak. Nálunk itt rengeteg mindenről lehetne beszélni, ugye a magyar ellenállási mozgalomról, gazdasági kifosztásról, a magyar honvédség felhasználásáról, a további háborús erőfeszítésben. Megkezdődött a sztójai kormányzás. Sztójai már hosszú ideje berlini követ volt, megbízhatónak számított németek számára. Sztójai Döme egy lelkes kollaboráns volt, ő volt az egyik fő motorja a magyar zsidóság üldözésének és Magyarország kiszolgáltatásának, ő illetve ugye a kollaboráns belügyminisztériuma. Magyar zsidóság sorsa, tehát sztójai kinevezésével mondhatjuk, megpecsételődött. Annál is inkább, mert a belügyminisztériumon belül két személyt neveztek ki, Endre Lászlót és Baki Lászlót, akik készséggel bonyolították le a gettósítás folyamatát. Hogyha fontos felelőseit akarjuk megnevezni a magyar zsidóság pusztulásának, akkor természetesen a német megszállókon kívül itt a kollaboráns belügyi tisztviselőkre és a kollaboráns miniszterelnökre kell mutatnunk, és nem feltétlenül Horthy Miklósra. Júliusig több mint 400 ezer zsidót szállítottak el, deportáltak a Magyarország vidéki területeiről. Horthy ez ellen miért nem lépett fel? Egészen 1944. július elejéig, július 6-áig egészen konkrétan ugye nem tett aktív és komoly lépéseket a vidéki zsidóság megvédése érdekében. Ez nyilvánvalóan egy súlyos hiba volt a részéről. Valóban nem menthetjük fel teljes mértékben az államfőt a felelőssége alól, aki igyekezett ebben az időszakban passzivitásba vonulni. Lemondott ugyanis előszentesítési jogáról, amelyre mint államfőnek felhatalmazása joga volt törvények szerint. Így a rendeleteknek a megfogalmazása, végrehajtása az államfő részéről nem ütközött akadályokba. Horthy ugye erősen ellene volt ezeknek a folyamatoknak. Azt gondolom, hogy nyilvánvalóan nagyobb ellenállást is tanúsíthatott volna Horthy, aki ugye júliusban le tudta állítani a deportálásokat, aztán hamarabb is megtehette volna. Nyilvánvalóan a felelősség kérdésétől igyekezett magát távol tartani. De hát én azt gondolom, hogy a Horthyt úgy leírni, mint egy lelkes népírtót, lelkes deportálót, aki pontosan tudta, hogy mi történik, és örült volna a magyar zsidók kiirtásának, megsemmisítésének. Én azt gondolom, hogy ez így biztos, hogy pontatlan és történelmietlen. Április 44-ában két szlovák zsidó megszökött az auschwitzi birkenaui táborból. A szökevények részletesen beszámoltak a koncentrációs táborok borzalmairól. Elbeszélésükből egy mintegy 60 oldalas jegyzőkönyv született. Horthy, mikor szerezhetett tudomást az auschwitzi jegyzőkönyvről? Maga a jegyzőkönyv német nyelven készült. Májusra már bizonyosan több személy kezében volt. Tehát végül a kormányzó mennyén keresztül jutott ez el Horthy kezébe június végén. Nincsen primer egykorú Horthytól származó hiteles forrásunk arról, hogy ő mikor tudta meg, hogy mi zajlik Auschwitzban. Hiszen azt is tudjuk, hogy a magyar zsidó vezetők is már legalább egy évvel korábban megtudták, hogy milliós számban gyilkolták meg a lengyel zsidókat a németek. Mégsem tűnik úgy, hogy komoly óvintézkedést tettek volna. Máig egy dilemma szerintem, hogy Horthy egészen pontosan mikortól is fogta fel, hogy mi zajlik. Én nem tartom egyébként kizártnak, hogy nem sokkal a 44. júliusi koszorús akció előtt nyerhetett tudomást arról, hogy mi történik a deportált zsidók döntő többségével. Ugyanakkor a szövetségesek valószínűleg már korábban is tudtak róla, ők miért nem tettek semmit.
a koncentrációs táborok borzalmai ellen. Nyilvánvalóan azt gondolom, hogy itt terheli felelősség sok kérdésben, ebben a kérdésben is a nyugati vezetőket. A szövetségeseknek szintén voltak már 1944 előtti információi a deportált zsidók tömeges megsemmisítéséről. Alapvetően azt kell látni, hogy elsősorban a háború megnyerésére koncentráltak, és csak másodlagos szempont volt minden ilyen ügy, mint például a holokauszt megakadályozása. A 20-as évektől kezdve már a numerus clausussal, majd a zsidó törvényekkel azért elterjed ez az antiszemita nézet, nem csak Magyarországon, Európában is. Magyarországon 44 márciusától, a német megszállástól kezdve milyen volt a közhangulat a zsidósággal szemben? Határozottan itt volt a félelemnek a hangulata. Féltek kinyilvánítani a szolidaritást a zsidókkal szemben, fértek a más szélsőséges vagy nyilas szimpátiájú közigazgatási elemektől. Miről szólt a koszorús akció, és kik készítették azt elő? 1944. július 6-án hajnalban az esztergomi páncélos hadosztályt felrendelik Budapestre. Hogy az akció előkészítése ne keltsen túl nagy feltűnést, csendőrséget, az akció végrehajtására kiszemelt alakulatokat zászlóavatás címszó alatt rendelték Budapestre. Közeli időpontban a budapesti zsidóság deportálását megkezdjék, de Koszorús Ferenc alezredesnek a páncélosai ugye ezt megakadályozzák. Horthy már jó néhány nappal korábban jelezte, hogy nem tűri a deportások további folytatását. Sokat vitatkoztak a történészek, hogy mi volt az indíték a Horthynak ezzel a koszorús akcióval. Vannak, akik azt állították, hogy Horthy nem azért hívta fel az esztergomi páncélosokat és zavarta ki a csendőröket, hogy megakadályozza a deportálást, hanem azért tette ezt, mert félt attól, hogy Baky László emberei egyfajta nyilas puccsot csinálnak a csendőrök segítségével, és eltávolítják őt a hatalomból. Én azt gondolom, hogy ez egy téves narratíva. Ferenczi László csendőr alezredesnek a vallomásából tudjuk, hogy az egész csendőrpuccs egy kitaláció volt, egy mítosz, amivel azt a célt akarták elmaszkírozni, hogy a valódi szempont a budapesti zsidók megmentése. Jaros Sándor belügyminiszter egyébként, aki felé az államfő Horthy közvetítette egyértelmű óhaját, hogy a deportások álljanak le, ezt figyelmen kívül hagyta. Így Budapest közvetlen vonzás körzetéből és egyes kerületekből is, Óbudáról például, tovább folytak a deportálások, ez több mint 20 ezer embert érintett. Hát őket már az államfő kifejezett óhaja dacára, az államfő háta mögött deportáltatta a belügyminiszter. 1944. májusa és júliusa között a magyar csendőrök a német biztonsági rendőrséggel együtt közel 440 ezer zsidót deportáltak Magyarországról, legtöbbjüket az auschwitzi és birkenaui táborokba vitték. Júliusban a koszorús akció nyomán leállították a deportálásokat, aminek következtében mintegy 200 ezer budapesti zsidó megmenekült. Bár a kommunisták 45 után jó részt megsemmisítették a náci ellenes angol barát elitet, vagy mondjuk hogy inkább egy magyar barát elitet, bármit is hazudtak, valójában sok híve volt a kiúrásnak, és sok ellenfele volt a náciknak. Másként fogalmazva úgy is mondhatnánk, hogy a Horthy-féle magyar elit nem német vagy angol barát volt, hanem magyar barát, és igyekezett, amíg tudott, a magyar érdek szerint cselekedni. Maga a Horthy hol állt, és miért nem mondott le, erről beszélgetünk most Nyári Gábor történésszel. Ja, Horthy Miklós 44. március 19-e után maga is elgondolkodott azon, hogy vajon neki is le kellene mondania, vagy mi történne akkor, hogyha lemondana, illetve hát a kormánnyal mi fog történni. Maga a kormány egyrészt le is mondott, másrészt a kormánytagoknak a nagy része az rövid időn belül a gestapónak a fogságában találta magát. Magának a miniszterelnöknek, Kállai Miklósnak is el kellett bújdosnia, majd aztán később őt is fogságba ejtették, és megjárt több koncentrációs tábort. Keresztes Fischer Ferenc belügyminiszter is erre a sorsa jutott. Viszont azzal, hogy Horthy maradt, mégiscsak meg tudta erősíteni valamilyen szinten azokat a magyar függetlenségi törekvéseket, vagy mondjuk azt, hogy akkor már ellenállást, amely elkezdett kibontakozni. Bejátszásból is hallható volt, Veszprémi László Bernátnak a legújabb kutatásai mutatják azt, hogy mennyire nehéz volt akár a zsidó tanácsokon keresztül, akár a magyar közigazgatáson keresztül elérni bármit is. Így az, hogy vidéken egy nagyobb akció sikerrel lehetett volna vezetni, ennek az esélye az egészen minimális lett volna, illetve ezt a németek nagyon könnyen letörik. Ezzel szemben Budapest volt az, ahova a zsidóság egy részét a vidéken
vidékiek közül is többeket feltelepítve koncentrálták, és itt egy ekkora tömeget már ilyen szempontból könnyebb volt megmenteni, és itt pedig Horthy meg is tette, amit megtehetett, együttműködve azokkal a még egyébként akár a kormány közelében meglévő kapcsolataival, azokkal a katonákkal, akik őt ekkor támogatták és segítették a koszorús akció keretében. Nyilván utána egyébként Horthyt az emigrációban a megmentett budapesti zsidók is támogatták, illetve azt is láthattuk, hogy 1993-ban, amikor újra temették már Magyarországon, akkor volt egy koszorú is a hálás zsidók felirattal. Ez is ennek köszönhető akkor ezek szerint. Így van, hát nagyon sokan voltak, akik ilyen szempontból a kormányzónak, illetve ezeknek a köröknek köszönhették a túlélésüket, és amikor Horthy Miklós már Portugáliában letelepedett a II. Világháború után, akkor ott Estorilban is elsősorban ezek a zsidók voltak azok, akik őt támogatták és segítették a megélhetőségét az egykori budapesti amerikai követen John Flournoy Montgomery-n keresztül. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm a lehetőséget. Bár Magyarországot megszállták, Horthy Miklós és hűséges emberei arra készültek, hogy megpróbálnak kilépni a háborúból. A jól informált németek tudtak erről. Előbb Bakai Szilárd tábornokot, majd egy héttel később Horthy fiát, ifjabb Horthy Miklóst is elrabolták. Koltai Bori riportjából kiderül, miről is szólt a cinikusan csak Mickey Mouse-nak nevezett akció. Az ifjabb Horthy Miklós 1944. október 15-én délelőtt titkos találkozóra érkezett ide, az egykori eskütérre. Perceken belül krimi filmbe illő eseménysorozat vette kezdetét, ez a bizonyos októberi vasárnap pedig a történelem meghatározó napja lett. Ifjabb Horthy Miklós úgynevezett kiugrási irodában tevékenykedett, és ekképp próbálta kivitelezni, elősegíteni a kiugrást. Ez a várban, a királyi palotában történt, és hát többek között rejtjelezett táviratokkal, melyekkel a Moszkvában lévő Faragó küldöttséggel is fenntartották a kapcsolatot. Nagyon kiterjedt társadalmi kapcsolatai révén tudta kialakítani azokat a csatornákat, melyekről ő azt gondolta, hogy elősegítheti a kiválást a háborúból. Vidám szórakozással töltik szabadidejüket a katonák. 1944. októberében a filmhíradó szabadnapos katonákról közölt tudósítást. Mintha nem az összeomlás szélén állt volna az ország, mintha minden rendben lett volna. Pedig a németek akkor már rég előkészítették Horthy megbuktatását. Az ifjabb Horthy Miklós 44. október 15-én egy tárgyalásra érkezett ide, az akkori eskütérre, ami ma március 15-et ér. Kikkel és miért találkozott volna ő itt? 1945-ös vallomása szerint Tito embereivel találkozott volna. Valójában ez azonban a Német Birodalmi Biztonsági Hivatal 6. Úgynevezett hírszerző osztályának, a balkáni referensének a akciója volt. Wilhelm Hödl őrnagy egyébként, és ő építette ki ezt a csapdát, mert ezt nyugodtan nevezhetjük csapdának, amiben itt beleszaladt ifjabb Horthy Miklós. A Mickey Mouse akció, vagy a Mickey Mouse hadművelet fedőnevet, azt az áldozat keresztneve ihlette? Igen, hogy Niki néven volt ismert ifjabb Horthy Miklós, és hát ezt félreértette az egyik német, és Niki helyett Miki hangzott el, és innen asszociáltak, hogy akkor legyen Mickey Mouse az akciónak a neve. Maga az, hogy ifjabb Horthy Miklós a várból kiindulva erre vállalkozott ebben a kritikus időpontban, ez valóban egy vakmerő döntés volt. Ehhez Lázár Károly testőraltábornagy biztosított hát egy kisebb testőr alakulatot. Itt 4 testőrről van mindösszesen szó, akik egy terepjáróval gurultak ki a várból, és ők voltak azok, akik nem mentek be ifjabb Horthy Miklóssal. Bornemisza Félix volt az, aki fogadta az ifjabb Horthy Miklóst, amikor megérkezett az irodához. Így van, a Csepeli szabadkikötőnek volt az igazgatója, és az egyik kisebb, nem annyira frekventált helyen, de mégis valahol a belvárosban található irodája volt ez az eskütéri, amely ebben a mögöttünk látható épület az első emeleten volt. A 10 perc múlva nem jövök, gyertek fel az első emeletre a DGT irodába. Csak semmi feltűnés. Gyakorlatilag utána érkeztek meg a vélt tárgyaló partnerek,
hoztak nekik horvát iratokat is, amiket aztán megtaláltak a helyszínen. Ez mind az egész akciónak a hihetőségét próbálta erősíteni. És Skorzeny emberei pedig itt kívül voltak munkaszolgálatosoknak álcázva, illetve itt ott sétálgató emberekként, és hát a régi kedves akciójukat bemutatták, az elromló kocsi szereléssel való úttorlaszt. Skorzeny visszaemlékezése szerint ugye szőnyegbe csavarták a Porti Miklóst és Bornemisza Félixet, kormányzó szinte azonnal értesült erről, és ennek fontos következményei lettek a későbbiek során. Itt volt a kormányzói hivatal, és itt volt azon a bizonyos napon egy kormányülés. A család és személyes emlékeim is vannak ezzel kapcsolatban. Az én apai nagybátyám Deák Dénes, ő a kormányzónak a személyi testőre volt, és ő volt szolgálatban azon a bizonyos októberi vasárnapon, és elmesélte annak a napnak az eseményeit. A koronatanács is fél órás késéssel tudott kezdődni pont ezen történések miatt, hiszen ugye a kormányzót kihívták, és tudatták vele azt, hogy elrabolták a fiát, megkapta a perdöntő bizonyítékokat. Lényegében improvizálni kellett azt illetően is, hogy mikor olvassák be a proklamációt, ami még az utolsó pillanatokban is történtek, fajsúlyos módosítások. Nem fegyverszünetet kértem, hanem kérek. Világos. Múlt idő helyett jövő idő. Csak egy érdekességet említsek, hogy a kormányzónak a menye, a Horthy István özvegye, ő is személyesen részt vett ebben a kiugrási bizottságban, és a rádiós proklamációt az ő kézjelére mondták be, tehát itt egy ember várta a vár alatt, figyelte őt, és úgy sietett be a rádióba, és olvasták föl. Ma már minden józanul gondolkodó előtt kétségtelen, hogy a német birodalom ezt a háborút elvesztette. Ifjabb Horthy Miklós először Bécsben szállították repülővel, majd onnan pedig a Mauthauseni koncentrációs táborba. Horthy Miklós lemondó nyilatkozata, tehát október 16-a lemondó nyilatkozatának is egyik motivációja volt, hogy megígérték, hogy visszakapja a fiát, úgymond. És itt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy négy született gyermekéből ekkor már csak ifjabb Horthy Miklós volt életben, tehát hármat már eltemetett. Ez innentől fogva egy nagyon fontos motivációs tényező volt a kormányzó minden további döntésében. Ugye egy zsarolás van itt a háttérben, konkrétan a leggyengébb pontja azért egy szülőnek a gyermeke, az, hogy elveszítheti. Úgy tűnik, hogy ez még a kemény szívűnek ismert kormányzót is nagyon megrendítette. Korlátozottan lehet azt mondani, hogy valaki ebben a helyzetben minden szempontot képes és tud mérlegelni. Azért hozzáteszem, hogy itt egy olyan emberről van szó, akit igencsak megtanított az élet arra, hogy az érzelmeket félretéve próbáljon nemzeti érdek ügyében cselekedni. Nem az történt, hogy behúzódott egy hátsó szobába és egy kanapére lefeküdt, és úgy kellett a németeknek kitámolygatni, ahogyan látjuk mondjuk az Októberi Vasárnap című filmben, hanem megfontoltan és katona módjára viselkedett. Nem arról van szó, hogy valaki nem is érez, hanem pont arról van szó, hogy az önkontroll és a nyugalomnak a visszaszerzése az prioritást élvez. Egy igen racionális és valamelyest egy rideg-hideg természetű személyről beszélünk. A család közben meg egyáltalán nem így ismerte. Ez biztos, hogy egy szerepkonfliktust okozott az ő életében és az ő esetében. Egyszerre lenni apának, akár keményebb apának, de mégis mellette egy országot irányítani, az biztos, hogy nem egy könnyű szerep összehangoló folyamat. Ön szerint ez kijelenthető, hogy ebben a nehéz helyzetben a kormányzó érzelmileg nem tudta magát függetleníteni az eseményektől, és inkább édesapaként, sem mint államférfiként viselkedett? Igen, azt gondolom, hogy ez kijelenthető. Mindamellett, hogy a kiugrás bukásának nem ez volt az egyetlen tényezője, hanem rengeteg konspirációs hiba. Biztos, hogy volt pszichés faktora annak, hogy az események végül olyan eredményeket hoztak és úgy zajlottak, ahogyan. A 1979-ben bemutatott októberi vasárnap,
az úgy az események hátterét tekintve rendben van, tehát nagyjából jól elmesél, viszont a kormányzót és a közeli hozzátartozóit, munkatársait lényegében kihagyja vagy kiretusálja, alig jelennek meg néhány másodpercre, mintha nekik nem is lett volna szerepük, vagy passzív elszenvedői lettek volna ennek a történetnek. Nagyon érdekes, hogy a filmnek az ajánlóiban és az értékeléseiben úgy írják, hogy ez a nem cselekvés drámája. Miközben az egész kiugrási kísérlet az előzményekkel és az aznapi eseményekkel együtt is, azért az a cselekvés drámája volt, hiszen megpróbálták, csak azzal a túl erővel szemben nem lehetett akkor győzni. 2013-ban készült a Séta az ellenséggel, ez ugyan nem csupán erről szól, de egy fontos mellékszál ez az időszak és a kiugrás is. Kormányzó szerepében Ben Kingsley-t játsszuk. Én azt elnéztem volna hosszan, hogyha egy történelmek hiteles és fontos szerepet ráosztó történet lett volna ez a film. Például az, hogy a német tisztek csak úgy kiben járkáltak, éppen csak bejelentették a titkárnőjének, azért ez nem így volt. És ebből a filmből hiányzik az ifjabb Horthy Miklós elrablásának. Hát az teljesen hiányzik, igen, az egyáltalán meg sem említik. Tehát a történelmi tények és a nagybátyám visszaemlékezése alapján azért másképp történtek az események, ahogy mondjuk ez a két említett film bemutatja. Nem voltak annyira passzívak ők, a lehetőségekhez képest urai voltak az eseményeknek, ők szervezték, próbálták alakítani a német megszállás ellenére, úgyhogy érdemes ezt feldolgozni hiteles módon is. A nyilas puccs után Magyarország sorsa bevégeztetett, a nyilasok rémtettei közismertek, de miként kerültek hatalomra, erről beszélgetünk most Kő Artúr történésszel a Magyarság Kutatóintézettől. Jó estét kívánok önnek! Nemrégiben sikerült beszélnem egy mai napig is élő zsidó hölgyel, aki elmesélte, hogy október 15-én a bizonyos rádió üzenet elhangzása után milyen önfelett öröm lett urrá Budapest utcáin, ha jól emlékszem, 13. kerületben voltak akkor egy sárga csillagos házban, és elhitte szinte mindenki, zsidó nem zsidó, együtt ölelkezett, hogy végre vége. És hát mivel a német titkosszolgálat végig kontroll alatt tartja a helyzetet, azt eredményezi, hogy önmagába véve ez a bizonyos üzenet, ha el is hangzik, igazából nem talál célt. És innentől kezdve egyértelmű, hogy Horthyt félre kell tenni, és egy olyan szemét kell kinevezni, aki egyértelműen a náci Németország minden kérését kiszolgálja, és ez ugye Szálasi Ferenc volt, valamint a nyilas keresztesek. A vezető német nácikat már, akiket el tudnak fogni, és akik életben maradnak, azokat bíróság elé állítják. A Nürnbergi perben még pedig legalábbis a vezetőket ebben a perben. Horthy Miklós nem állítják Nürnbergben, és sehol bíróság elő, tanúként hallgatják ki. Ez azért van, mert méltányolták azokat a tetteit, amelyeket éppen a zsidóság megmentése kapcsán, illetve a háború lezárása kapcsán tett? Én azt gondolom, hogy összességében értékelték a kormányzó munkáját és tetteit. Ugye 45 után alakult ki az a kép Horthy Miklósról, hogy Hitler utolsó csatlósa. Ha megnézzük az amerikai filmhíradókat, ott is úgy szerepel, hogy diktátor és Hitler utolsó csatlósa, ettől függetlenül sem angol, sem amerikai, és ugye Stalin részéről sincs olyan jellegű igény, hogy őt Nürnbergbe, mint vádlott felelősségre kellene vonni. Én azt gondolom, hogy innentől kezdve az a vita, hogy Horthy Miklós háborús bűnöse vagy sem, egyértelműen lezárható nem volt az. 56-ban reménykedik abban, hogy hazajöhet, amikor a forradalom van, de aztán a forradalmat leverik, és nagyon röviddel utána meghal. Ebbe hal bele tulajdonképpen már a reménytelenségbe? Hát ugye, idős ember persze. 49 után, bár hivatalos okirat arról, hogy ő lemond bármilyen politikai jellegű tevékenységről nincs, ön akkor azt gondolom, hogy lehetett egy belső kompromisszum önmagával, hogy innentől kezdve lezárult egy szakasz, és már mint politikus nem folytatja a karrierjét. És ugye a legnagyobb tragédia számára az volt, hogy a hatalmas félelem, ugye a szovjet invázió, az végül bekövetkezett. Így 56 önmagába véve akárcsak a csonkahazában maradtak számára is egy óriási reménysugár volt, és hát igen, kijelenthető, hogy szervi problémái
tehát orvos által megállapított szervi probléma nem volt, nem lépett föl, betegség sem volt jelen. Ettől függetlenül ugye a kudarc után lelkileg a kormányzó olyannyira tönkrement, hogy végül a halálát okozta. Köszönöm a beszélgetést! Kedves nézőink, Önök az M5 históriát látták, műsorunkat újra nézhetik a mediaclip.hu-n és a YouTube-on is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!